Évtizedek óta tart az az előadássorozat, melynek keretében minden hónapban egy különleges, a csillagászathoz kapcsolódó témát boncolgatnak. Legutóbb a tejútrendszer megfigyelése került terítékre, melyhez számos speciális eszközre van szükség, erről is szó esett, illetve azokról a kutatási programokról is hallhattak érdekességeket a résztvevők, melyek segítségével a tejútrendszer múltját, jelenét és jövőjét kutatják a szakemberek. A csillagászatban minden objektum, így a galaxisok is folyamatosan változnak, természetesen nagyon lassú időskálán. Milliárd évekről beszélünk egy galaxis esetében mindenképpen. Ugye tudjuk azt, hogy körülbelül 5 milliárd év múlva az Andromeda galaxissal ütközünk, hát illetve a közelebbi jövőről esetleg, hogy milyen csillagcsoportosulásokat látunk, kísérő galaxisok közelednek-e felénk, távolodnak-e, és ebből lehet visszakövetkeztetni nagyon érdekes dolgokra a tejútrendszer szerkezetével kapcsolatban. Emberek milliói követték figyelemmel szombaton este azt a több mint 60 méter hosszú aszteroidát, amely nagyjából 170 ezer kilométerre hasított el a Föld mellett. Mint a csillagásztól megtudtuk, a következő évszázadokban még nem várható olyan kőzet, ami veszélyes közelségben közelítené meg a Földet. A szombati esetnek sincs semmi hatása életünkre. A kisbolygóknál az a helyzet, hogy ugye mielőtt a naprendszerben keringenek, és közel haladnak el néha a nagyobb égitestek mellett, meg tudnak változni a pályájuk, tehát annyira nagyon előre nem tudjuk az pályájukat kiszámítani. Az előadássorozat, melyet nem csak személyesen, hanem az online térben élőben is lehet követni, a jövő hónapban folytatódik a Terkán Lajos bemutató csillagvizsgálóban.